Sziasztok! A mai videóm egy kicsit el fog térni a többitől. Ma nem híres magyar nőkkel fogok foglalkozni, hanem azzal az orvossal, aki sok-sok nőt mentett meg. Ő volt az az orvos, aki először jött rá, hogy mi okozza a gyermekágyilázat, és azt, hogy hogyan lehet megelőzni ezt a retteget betegséget, ezzel megmentve több ezer kismamát és kisbabát. Szóljon ez a videó az anyák megmentőjéről, Semmelweis Ignácról. Semmelweis Ignác 1818. július 1-én született Budán, abban a házban, amely ma a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak ad otthont a Tabánban. Apja unszolására az egyetemi tanulmányait Pesten kezdte meg a bölcsészeti karon, majd átiratkozott Bécsbe a jogi karra. Ez sem fejezte be, mivel egyik barátját szívesebben kísérgette anatómia órákra és boncolásokra. Itt rájött, hogy nem jogász szeretne lenni, hanem orvos. Azonnal szakmát váltott. A belgyógyászat kezdte el érdekelni, de nem volt gyakornoki hely, ezért elvégzette szülészmesteri tanfolyamot, és 26 évesen már fizetés nélküli rezidensként dolgozott Klein professzor híres szülészeti klinikáján. A bécsi szülészeti klinika gyakorló orvosaként tűnt fel neki, hogy amíg a kórházakban, ahol képzett orvosok vezetik le a szüléseket, anyák százai halnak meg gyermekágyilázban. Addig az otthon, bábák segítségével szülőnők esetében ez a szám jóval alacsonyabb. Az is feltűnt a fiatal orvosnak, hogy azok a nők, akik a bábaképző szülészeti klinikáján szülnek, szintén nem halnak meg. Az egyetemi klinikán azonban változatlanul magas volt a kismamák halandósága. A különbség a két klinika között mindössze annyi volt, hogy az orvosi klinikán rendszeresen boncoltak oktatási célból. Semmelweisnek feltűnt az is, hogy a betegségek száma csökken, amikor nincsenek medikusok a klinikán. 1847-ben az egyik orvosbarátja boncolás közben megvágta a kezét, és nem sokkal később meghalt genyvérűségben. Semmelweis a boncolási jegyzőkönyv olvasása közben döbbent rá, hogy elhunyt barátja leletei megegyeznek a gyermekágyilázban meghalt nőkével. Fiatal orvosként kutatni kezdett az okok után. Akkoriban azt gondolták, hogy a haldoklóknak utolsó kenetet hozó pap csengettyűje okoz olyan félelmet a kismamákban, hogy néhány nap múlva meghalnak. Semmelweis azonban ezt nem tartotta elképzelhetőnek, de azért kipróbálta. A papot csengő nélkül engedte be az épületbe, azonban nem csökkent a halálozások száma. Semmelweis tehát úgy fogalmazta meg a felismerését, hogy a gyermekágyi láz oka nem más, mint a hullaméreg. Saját kezén is észrevette a bomló anyagot, és azonnal rájött, hogy ő és kollégái felelősek az anyák haláláért. Azonnal bevezette a szülészeten a klórmészoldatos kézmosást, így a hullamérget az orvosok nem tudták átvinni a páciensekre. Később azt is elrendelte, hogy a betegek vizsgálata között is kezet kell mosniuk az orvosoknak és az ápolóknak. Az eredmény azonnal látszott. Még 1847. májusában 36 kismama halt meg a klinikán, addig rá két hónapra már csak három. Ősztől újra emelkedni kezdett a halottak száma, mert az orvosok nem tartották be az előírásokat. Botrányosnak és nagyon egyszerűnek tűnt számukra, hogy ők felelnek a halálesetekért. Az egyik leghíresebb szülész, aki hit Semmelweisnek rájött, hogy ő okozta az unokahúga halálát, depresszióba esett és egy vonat elé ugrott. A többség egyszerűen nem akarta tudomásul venni a felfedezést, nem fertőtlenítették a kezüket, és bolondnak tartották Semmelweis Ignácot. Klein professzor elbocsátotta 1849-ben. Másfél évig nem volt munkája, majd Pestre jött és a Rókus Kórház szülészetén vállalt fizetés nélküli státuszt, és elindította a magánpraxisát. Itt is bevezette a Bécsben alkalmazott szabályokat, és azonnal drasztikusan csökkent a kismama halálozás. Semmelweis Ignác jól érezte magát. Társaságba járt, élvezte, hogy magyarok között él. Sajnos a magyar orvosok, csak úgy, mint a bécsiek, nem akarták elfogadni azt, hogy ők okozzák a betegeik halálát. 39 évesen nősült meg, ekkor már egyetemi tanár volt. Felesége egy gazda kereskedő család lánya, Weidenhofer Mária lett. Úgy tűnt, remekül sikerült a házasságuk, szerettek együtt lenni, a kor szokásaival ellentétben a feleség tegezte a férjet, sőt a betegekhez is elkísérte őt. Öt gyerekük született, ketten azonban csecsemőkorukban meghaltak. Semmelweis Ignác falakba ütközött. Az újabb és újabb szakmai kudarcok után azt gondolta, hogy tanulmányt jelentett meg. Hát ha a tudományos bizonyítékokkal sikerül felrázni az orvostársadalmat. Mindvégig úgy érezte, ha nem jár sikerrel, akkor ő maga is felelős lesz a további halálesetekért. Szakcikkeket közölt,
terjedelmes könyveket írt német nyelven. A könyvet elküldte Európa számos országába, híres neves szülészorvosoknak, professzoroknak, de mindenhol süket fülekre talált. Az orvostársadalom lenézte őt, mivel őket okolta a nők haláláért. A pökhendi orvosok sértettségükben elfordultak tőle, bolondnak nevezték, pedig statisztikákkal bizonyította, hogy a kézfertőtlenítés és a megbetegedések és a boncolások között összefüggés van. Végső elkeseredésében nagyon durva hangú nyílt levelet intézett orvostársainak, simán legyilkosozta őket, pökhendinek, elfogultnak, hozzá nem értőnek titolálta őket. A szenvedélyes, vádló mondatok miatt a pesti kollégái is ellene fordultak. Úgy érezték, hogy szemmelvej szégyent hoz a magyar orvosokra. Felesége családja sem pártolta, egyszerűen csak bolond nácinak nevezték egymás között. A professzor hangulata egyre romlott. Ezt ma valószínűleg mániás depressziónak diagnosztizálnák. Ingerlékeny volt, egyre gyakrabban támadtak dükitörései, éjszakai alvás helyett sétált. A gyógyító munkája mellett rendszeresen publikált, az orvosi kar gazdasági igazgatói tisztjét is ellátta, egyetemistákat vizsgáztatott, tanított. Egy később keletkezett történet szerint az egyik kari tanácsülésen hirtelen felállt, és felolvasta a bába esküszövegét. Ekkor a kollégái, a családdal egyeztetve, azt a döntést hozták, hogy elmebeteg. Az említett konzílium után a felesége azt mondta neki, hogy fürdőkúrára utaznak, és útközben Bécsben megnézik a bőrgyógyász barátjuk új klinikáját. Így került az anyák megmentője egy elmegyógyintézetbe, ahol gyakorlatilag meggyilkolták őt. Hogyan történhetett meg ez a bánásmód a kor legnagyobb nőgyógyászával? Hát úgy, hogy a szakma nem ismerte fel zsenialitását, és minél előbb szeretett volna megszabadulni tőle. Mindössze 47 éves volt, amikor a hosszú út után felébredt egy vendégszobában, és a legnagyobb megdöbbenésére ápolók állták útját, és nem engedték őt a családjához. Közölték vele, hogy egy elmegyógyintézetben van, ahová őrültként utalták be. Amikor tiltakozott, brutálisan megverték, kényszer zubbonytattak rá, több csontját eltörték, mellkasa szétnyílt. Orvosi ellátás nélkül a sebek elfertőződtek és vérmérgezést kapott. Ágyhoz kötötték, napokig agonizált, sem orvos, sem papot nem hívtak hozzá. Így halt meg az anyák megmentője. Halotti anyakönyvi kivonatát meghamisították, haláláról csak a temetése után adtak hírt. Ma már az anyák megmentőjeként emlegetik, de Semmelweis Ignác nevét kortársai leginkább megvetéssel ejtették ki. Sem a felesége, sem a gyermekei, sem pedig a kollégái nem jelentek meg a temetésén. A bécsi intézet, miután meghamisította a rá vonatkozó dokumentumokat, 100 évre elzárta azokat. A konzíliumban résztvevő orvosok elhíresztelték azt a pletykát, hogy Semmelweis műtét közben megvágta a kezét és vérmérgezést kapott. Felesége megváltoztatta a nevét, majd a morfium rabja lett. Béla fia pedig öngyilkosságot követett el. Sokáig senki sem törődött a zseniális orvossal, könyvének megjelenése után egy évtizeddel Pasteur felfedezte a bakteriális kórokozókat, és ezzel igazolta Semmelweis elméletét. Néhány évvel később külföldön az anyák megmentőjének kezdték el hívni a magyar orvost, de itthon még sok évnek el kellett telnie ehhez. Van egy másik teória Semmelweis halálát illetően. Valószínű, hogy az őrültséget a szifilisz nevű betegség okozhatta, amit valószínűleg még fiatal korában, egy gyermekágyi lázban elhunyt asszony boncolásakor szerzett kézsérülése okozott. Ennél a betegségnél az elmezavar egyre súlyosabb állapotai évtizedek során alakulhatnak ki. És Semmelweis tényleg beteg lehetett. Már a halála előtt 3-4 évvel nagyon furcsán viselkedett. Hozzátartozói igyekeztek távol tartani őt a betegeitől. 1865. augusztus 13-án hunyt el, sok-sok szenvedés után. Csontjait 100 év múlva a szülőháza kertjében helyezték örök nyugalomra. Nemzetközi Semmelweis emlékbizottság alakult, síremléket szobrot emeltek neki. Orvostudományi Egyetem őrzi a nevét. 1954-ben helyezték el szobrát a chicagói sebészek világszövetségének emlékcsarnokában a világ 10 legnagyobb orvosa között. Ha tetszett a videóm, lájkold és iratkozz fel a csatornámra!